taníts meg engem a te igazságaidról. Ortodox liturgiával tisztelektek azon katonák emléke előtt, akik az első világháborúban vesztették életüket. Az első világégés idején a közeli frontról a Nyíregyházán kialakított barak kórházba szállították a sebesülteket, akiken pedig nem tudtak segíteni az orvosok, a kertvárosi temetőben helyezték örök nyugalomra. Több mint 2800 sírjával ez az emlékhely az ország második legnagyobb első világháborús temetője. Üzemeltetője a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési vállalat, a katasztrófa kitörésének századik évfordulóján 2014-ben újította fel a sírkertet. Általános érvényű gyökereket ápolunk ezáltal, ráadásul olyan elhunytak vannak itt, akiknek sok esetben nincs meg a személyazonossága, tehát csak a közösség tudja életben tartani az emléküket. Ezért nagyon fontos az, hogy minden éven, minden szentek napján ünnepélyes gyertyagyújtással tisztelegjünk a tetteik és az emlékeik előtt. A megemlékezést minden évben Nyíregyháza önkormányzata is fontosnak tartja. Azoknak, akiknek nincsen hozzátartozója, úgy gondoljuk, hogy a városnak kötelessége megemlékezni a hősi halált halt katonákról, és mindazokról, akik itt el vannak temetve, és nem látogatják őket. Az egyházi szertartást követően minden síremléken egy-egy mécses világított az idegenben meghaltakért. A hősök temetőjét bárki meglátogathatja, nyitvatartási rendje megegyezik a többi nyíregyházi sírkert látogatási idejével. Ez a láng már a nyíregyházi északi temetőben ég egy elhunytért. Már az elmúlt hét második felében megnőtt a látogatók száma az emlékhelyen, a legtöbben azonban szombaton és vasárnap keresték fel hozzátartozóik sírját. A hétvégén több mint 100 000-en rótták le tiszteletüket az északi temetőben, ahol rendbontás vagy kegyeletsértés nem történt.